Nem térhet vissza az Egyesült Királyságba, és nem kaphatja vissza a brit állampolgárságát egy nő, Sámi Begum, aki tinédzserként Szíriában csatlakozott az iszlám államcsoporthoz, így döntött a brit legfelsőbb bíróság. 2019-ben az akkori brit belügyminiszter megvonta a nő brit állampolgárságát abban a hiszemben, hogy édesanyja brit bangladesi kettős állampolgár, ezért az ő is van a brit mellett bangladesi állampolgársága. A legfelsőbb bíróság elnöke azt mondta, a problémára nincs tökéletes megoldás, de a jelen helyzetben a megfelelő Született. Egy brit törvény lehetővé teszi az állampolgárság megvonását, ha a belügyminiszter úgy ítéli meg, hogy az a közjó érdekében áll. Ugyanakkor a brit kormány nemzetközi jogi kötelezettségek alapján senkit sem tehet hontalanná. Azaz a brit állampolgárság nem volható meg attól, akinek nincs más állampolgársága. Egy bírói fórum tavaly a nő belügyminiszteri döntés elleni keresetének adott igazat, ami ellen a belügyminisztérium fellebezett, a legfelsőbb bíróság pedig a minisztérium álláspontját ítélte helytállónak. Semmi már 15 évesen csatlakozott az iszlám államhoz, manapság egy kelet-szíriai menekültáborban él, fegyveres őrizet mellett.